Kritika. Lufinak nevezte Marosvásárhely polgármestere a tavaly alapított nyugati szövetséget. A regionális közgazdászok szerint azonban van létjogosultsága a kezdeményezésnek. Kitartás. A KURSZ felmérése szerint az erdélyi választók továbbra is Klaus Johannist látnák szívesen az államfői székben. Kalin Popescu Törőcsányú lehet a reális kihívója. Köszöntöm Önöket a híradóban! A Nyugati Szövetség megalapításától volt hangos a múlt év végén a sajtó. Híradónk is beszámolt arról, hogy 4 város fogott össze, hogy közösen nagyszabású projekteket fejleszthessenek. Azóta több város is jelezte, hogy csatlakozna az úgynevezett Nyugati Szövetséghez. De olyan városvezető is akad, aki szerint az ilyen jellegű szövetség nem több, egy felfújt lufinál. Arad, Kolozsvár, Nagyvárad és Temesvár polgármestere december első felében írta alá Nyugati Szövetség elnevezésű társulás alapító okiratát. Akkor a 4 városvezető azt mondta, a szövetség nem irányul a kormány ellen, mindössze közös projektek kivitelezése érdekében fogtak össze. Kiemelték továbbá, hogy a legfontosabb célkitűzések közé tartozik az erdélyi autópálya megépítésének a megsürgetése, a Temesvár-Belgrád autópálya támogatása, gyors vonat üzemeltetése a 4 város között, a körgyűrűk mielőbbi kivitelezése és a repterek fejlesztése. A bejelentést követően több városvezető is remek ötletnek nevezte a szövetség megalakulását. Nagyszeben polgármestere szerint úgy lenne helyén való, hogy a szövetség tovább bővüljön az ország középső régióinak városaival, köztük Nagyszebennel is. Resi Szabánya polgármestere azt mondta, a város készen áll arra, hogy csatlakozzon a Nyugati Szövetséghez, mivel szerinte ez elengedhetetlen a térség fejlődésének szempontjából. A szövetség képviselői egyességre jutottak Déva városvezetőjével. Ezt Nicolae Florino Ancel nyilatkozta a Digi 24 hírtelevíziónak. Abból, hogy Déva is csatlakozik a szövetséghez, mindenek előtt a város polgárai fognak nyerni. Olyan projektekből, amelyeket együtt megvalósítunk. Hogy csak egy példát adjak, megvalósíthatjuk közösen az úgynevezett zöldváros projekteket. Nem csak Déva a 4 várossal közösen, hanem Resicabánya és Türgújú is bekapcsolódik, hiszen több olyan város van, amely belépne ebbe a szövetségbe. Nem tartozik azonban ezek közé Marosvásárhely. A város polgármestere íradónknak azt mondta, a Nyugati Szövetségnek semmiféle haszna nincs. Nagyon nagy felhajtást csinálnak, ebből pedig közigazgatási szempontból semmi értéke nincs. Érzelmileg egy jó lehetőség néhány polgármesternek, illetve tanácsosnak egy kellemes találkozásra, egy fröccsre, egy beszélgetésre. Ami azonban az uniós pénzalapok lehívását illeti, egy ilyen szövetség semmiféle előírásnak nem felel meg. Vannak határokon átívelő programok, illetve uniós pénzalapok a különböző fejlesztési régiók számára. Szerintem jó hazai szokás szerint emögött a szövetség mögött is rejlik valami, attól tartok, hogy valami tébolyult ötletéről, választási tőkeszerzési kísérletéről van szó. Arra kérdése, hogy a központi fejlesztési régióban szóba jöhet a Nyugati Szövetséghez hasonló társulás vagy sem, azt mondta, szövetségesekre mindig szükség van, de ebben a régióban úgy néz ki, minden város a saját malmára hajtja a vizet. A Nyugati Szövetség által vázolt célkitűzéseket vizsgálva Csák László, regionális közgazdász a Mérlegen című magazin műsorunkban a kezdeményezés létjogosultságáról beszélt. Amit ők megterveznek, adnak semmi köze, hiszen országos regionális operatív program van, abból egy van, bármit tervezhetnek. Na most, amit ezek az együttműködések tudnak csinálni, az egy nagyon erős lobby, illetve a helyi fejlesztéseknek az összehangolása, ez egy óriási dolog lehet, a párhuzamosságoknak a megszüntetése, ne fejlessze már mindenki ugyanazt. Az Erdély TV-nek nyilatkozó szakértő szerint pozitívumként könyvelhető el az, hogy néhány városvezető ráeszmélt arra, hogy a következő EU-s finanszírozási ciklusban az eddiginél kevesebb pénz áll majd rendelkezésre a regionális fejlesztésekre, így a közös párhuzamok nélküli stratégiák kidolgozása rendkívül fontosnak fog bizonyulni. Nemzetközi körözést adott ki a rendőrség Orosz Gergely, az RMDSZ volt szenátora ellen, akit 3 év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek korrupcióért. A legfelsőbb bíróság december 20-án hozta meg ítéletét, Orosz Gergely azonban nem jelentkezett büntetése végrehajtására, és a rendőrségnek sem sikerült előállítania. Az óév utolsó napjaiban országos elfogató parancsot adtak ki a nevére, és személyi adatait elküldték Románia valamennyi határátkelőjére. Miután ez nem vezetett eredményre, most már nemzetközi körözést adtak ki ellene.
A volt székelyföldi képviselőt és szenátort befolyással való üzérkedésben találta vétkesnek a legfelsőbb bíróság. Az ítélet a 3 évi letöltendő börtönbüntetés mellett 384 000 euró és 400 000 leértékű vagyonelkobzásról is rendelkezett. Több mint 2 éve tart a belpolitikai hidegháború Klaus Johannis államfő és a szociálliberális kormány között. Ez egy új szintet ért el, amikor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is beszállt Johannis oldalán a csatározásba. December végén nyilatkozott Jean-Claude Juncker a Weltam Sonntag című német lapnak az Európai Unió tanácsának soros elnökségéről. Azt mondta, úgy gondolom, hogy a bukaresti kormány nem fogta még teljes egészében fel, hogy mit is jelent az Európai Unió tanácsa soros elnökségének a betöltése. Ezzel gyakorlatilag ugyanazt mondta, mint Klaus Johannis egy hónappal azelőtt, hogy miért foglalt állást a román államfő mellett, arra a bizottság elnökének egy korábbi nyilatkozata adhat választ. Romániához és a hivatalban lévő elnökéhez hosszas és szoros kapcsolat fűz. Személyes dolog ez kettőnk között, mintha évszázadok óta ismernénk egymást. Románia elnöke korábban Nagyszebent polgármestere volt, és Nagyszebent Luxemburggal nagyon régi történet köti össze. Az Európa jövőjéről folytatott vitán különleges meghívottként résztvevő román államfő azt mondta, szinte teljesen azonos az álláspontjuk az Európai Bizottság elnökével. Nem az első alkalom, hogy az Európai Bizottság vagy európai intézményvezetők nyíltan kettős mércét alkalmazva beleszólnak közép-kelet-európai országok belpolitikájába, mondja Pataki István politikai elemző. Elképzelhető, hogy egyébként igaza van Junckernek ebben, és valóban nem felkészült. Ezt azonban ő sem tudhatja, mint ahogy mi sem tudjuk még egyelőre. Azt viszont tudjuk, hogy a szociáldemokrata kormány azért megfogalmazott némi kritikát az Európai Uniós, a brüsszeli politika irányába, és valószínű, hogy ezzel váltotta ki a haragját az európai intézmények vezetőjének. A Krónika főmunkatársa Juncker és Johannis kapcsolatát nem nevezné barátinak, hanem inkább politikai érdekviszonynak. Szerinte a néppárti Juncker állásfoglalását az is magyarázza, hogy ma Európában nem a néppárti és szociáldemokrata erők közötti ellentét a legnagyobb, hanem az erős nemzetállamokért és az egységesebb Európáért harcoló felek közötti. Az utóbbiak Johannist az emberüknek tartják. Már is nagy nyomás nehezedik Romániára, miután január 1-től átvette az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A Politico ennek kapcsán olyan politikusokat sorolt fel, akik kulcs szerepet játszatnak a következő 6 hónapban, amikor az Unió szembe kell nézzen a Brexit és az EP választások által támasztott kihívásokkal. 19 olyan román szakpolitikus nevesít a Politico című uniós szaklap, akiknek nagy szerepük lesz az elkövetkezendő 6 hónapban a román EU elnökség levezetésében és sikerre vitelében. A lista élén az a Luminița Odobescu áll, aki Románia állandó képviseletét vezeti az Európai Unió mellett, és nagy tapasztalata van a Brüsszellel kialakított kapcsolatok menedzselésében. A karrierdiplomatát Klaus Johannis államfő nevezte ki a posztra, korábban Viktor Ponta kormányában volt európai ügyekkel kapcsolatos tanácsadó. Kulcsfontosságú Corina Cretu régiófejlesztési európai biztos személye is. A szociáldemokrata pártból vétetett politikus az elmúlt időszakban több esetben bírálta a bukaresti kormányt az Európai Uniós alapok lehívásának a késlekedése miatt. Fontos szerepe lesz Achim Irimescunak, az elnöki hivatal mezőgazdasági szakpolitikusának, aki hevesen ellenzi Phil Hogan mezőgazdasági biztosnak a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó javaslatát. Ilyenként a kelet-európai államok érdekeit is képviseli. A román elnökség egyik kényes feladata az egységes európai digitális piac szabályozásának a véglegesítése, tekintettel az elektronikusan tárolt adatok bizalmas kezelésére. Ebben a tekintetben Ramona Nice digitális Lucian Petru Dobrogeanu adatvédelmi, Corina Panaitopol szerzői jogvédelmi és Karina Stan üzleti platformok szabályozásával foglalkozó attasék játszanak fontos szerepet. Dana Mănescu, az Európai Bizottság kommunikációs osztályának vezetőjeként az utóbbi 10 évben megváltoztatta azt a módot, ahogy az Unió a polgáraival tartja a kapcsolatot. A román elnöki hivatal csapatának a tagjaként Mănescunak kulcs szerepe lesz abban, hogy mit tudhat meg a közvélemény a soros elnökség munkájáról. Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt szóvívőjeként és az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottságának az alelnökeként szintén jelentős befolyást gyakorolhat a 2021-2027 közötti uniós költségvetés kialakítására,
Murechan ugyanakkor európai szinten a jelenlegi kormány egyik leghevesebb bírálója is. Erdélyben továbbra is Klaus Johannis szeretné látni az elnöki székben a választópolgárok abszolút többsége, derül ki a Kursz Közvéleménykutató Intézet felméréséből. 2019 őszén elnökválasztásokat szerveznek Romániában, és a potenciális jelöltek közül Johannis országos szinten is az első helyen áll. Bár még csak Klaus Johannis indulása biztos az idei államfőválasztásokon, a Kursz Közvéleménykutató Intézet felmérte, hogy a sajtó által meglebegtetett jelölteknek mekkora a támogatottsága az ország különböző régióiban. Ez szerint, amennyiben Klaus Johannis, Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea és Dacian Ciolos indulnak, a jelenlegi államfő Erdélyben a szavazatok 56%-ára számíthatna, Munténiában a voksok 32%, Moldvában pedig 22%-át kapná meg. Călin Popescu Tăriceanu Moldvában teljesítené a legjobban, a szavazatok 32%-át szerezné meg, Munténiában 30%, míg Erdélyben 14%-át kapná a voksoknak. Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök támogatottsága mindhárom régióban 20% alatt van. Erdélyben a legkevésbé népszerű, itt 5%-ot kapna, Munténiában 15%, Moldvában pedig 17%-ot. Amúgy jó esély van arra, hogy a két kormánypárt, a PSD és az ALDE közös jelöltet állít, aki Călin Popescu Tăriceanu lehet. Liviu Dragnea szeptember 27-én nyilatkozta, hogy nem veti el a közös jelölt gondolatát, és nevesítette is a kisebbik kormánypárt elnökét. Dacian Ciolos Munténiában 9, Erdélyben 12, Moldvában pedig 13%-át szerezné meg a szavazatoknak. Országos szinten Klaus Johannis támogatottsága a legnagyobb 39%, őt követi Călin Popescu Tăriceanu 25, Liviu Dragnea 12 és Dacian Ciolos 11%-kal. A felmérést tavaly novemberben és decemberben készítették 1067 fős reprezentatív mintán, a hiba határa 3%. Aláírta Viorica Dăncilă kormányfő Mihaela Triculescu közgazdász kinevezését az országos adóhatóság elnöki tisztségébe, amely államtitkári ranggal egyenlő. Az új elnök Ionuț Mișa helyét veszi át. Az egykori pénzügyminiszter menesztését azért kérte hivatali utódja Eugen Teodorovics, mert túlságosan alacsony volt az adó begyűjtési ráta. A kormány közleménye szerint Mihaela Triculescu nagy szakmai tapasztalattal rendelkező közgazdász, mesteri oklevelét a Craiovai Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. A tisztségre az Eugen Teodorovics pénzügyminiszter által tett javaslat kielemzése nyomán választották ki. Visszautalja a tanügyi törvényt módosító jogszabályt újra tárgyalásra a parlamentbe Klaus Johannis államfő. Erről Ligia Deka, az elnöki hivatal szaktanácsadója számolt be az új év első munkanapján a sajtónak. Nem hirdeti ki Klaus Johannis államfő a tanügyi törvény módosítását, hanem visszaküldi azt a parlamentbe. A lépés indoklásaként az intézkedésről beszámoló elnöki szaktanácsadó elmondta, a jogszabálynak azt a kitételét kifogásolják, amely anélkül, hogy ezt bármilyen tanulmánnyal alátámasztaná, tolvonásból módosítja a heti tanórák számát a közoktatásban. A tervezet szerint az elemiben 20 óra, az 5-8 osztályokban 25 óra, a liceumi oktatásban pedig 30 óra lenne a heti maximum, de azt nem részletezi, hogy hogyan állítják majd össze a csökkentett tantervet. A tanügyi törvény újabb és meredek módosítása minden hatástanulmány nélkül lavinaszerű, negatív következményekkel sújthatja az iskolai közösséget, amit a tanulók, pedagógusok és szülők reprezentatív országos szervezete is jeleztek már. A kezdeményezés a közép- és hosszú távú stratégia és vízió hiányáról tanúskodik ezen a Románia számára lényeges szakterületen. A Cotroceni Palota szerint a kifogásolt jogszabály vonatkozó részének az egyik hatása az lehet, hogy a tanügyből nagyon sok tanerőt kell majd elbocsátani, mert számos pedagógusnak nem jön majd ki a kellő óraszám. Továbbá a törvény nem tartalmaz bevezetési határidőt és átmeneti rendelkezéseket, ami már a következő tanév elején káoszt okozhat. Az államfői tanácsadó szerint újra kellene gondolni a kerettanterveket és új tankönyveket kellene kiadni. Csillármentés Marosvásárhelyen, nézzük, mi következik. Büszkeség. A hazai mezőgazdaság érdemeit sorjázta Petre Dáján mezőgazdasági miniszter. A magtárakról, amelyek hiányában a rekordtermés ellenére is importra szorul az ország, nem beszélt. Jubileum. 125 éves fennállását ünnepelte tavaly az Arad megyei múzeum, amely a térség leggazdagabb 48-as eredetgyűjteményét őrzi.
A 2018-as mezőgazdasági év eredményeit ismertette egy sajtótájékoztató keretében Petri Dályás szaktárca vezető. A politikus részletesen beszélt arról, hogy a beruházásoknak köszönhetően tovább nőhet a legfontosabb kultúrák hozama. Arról azonban nem szólt semmit, hogy magtárak hiányában az ország a megtermelt gabonát alacsonyáron exportálja, majd drágábban importál. Románia földrajzi és klimatikus adottságai alapján gabona termesztésre felel meg a leginkább, így ezekbe a kultúrákba érdemes a leginkább fektetni. Ezt hangsúlyozta évkezdő sajtótájékoztatóján Petri Dályás mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető az ágazat számos területére kitért, de leginkább a gabona termesztésben elért eredményeket emelte ki. A tavalyi és a tavaly előtti mezőgazdasági évben a 2018-ban bemutatott 9 termesztett növényfajtából az ország történetének a legnagyobb terméseit takarítottuk be. Európai uniós szinten első helyre kerültünk a kukorica és a napraforgó termesztésben, és ezt a pozíciónkat meg kell őriznünk. Elmondta, most már második éve Románia lett az unió legnagyobb kukorica termesztője, lehagyván a korábban vezető Franciaországot, és véleménye szerint ezt a fölényét hosszú távon meg is tudja majd őrizni, mert használatba adják a felújított öntözőrendszereket, és az öntözött területen háromszoros a hozam a nem öntözött területekhez képest. A bőséges termés ellenére Románia mégis komoly importra szorul. Az országban ugyanis nincs megfelelő tárolókapacitás, emiatt a megtermelt gabonának csupán a 40%-a marad az országban, a többit exportálja az ország, majd kénytelen sokszor drágábban importálni. Méregdrága idéntől a parkolás Kolozsváron, a belvárosban új automatákat szereltek fel, és bár még nincsenek beüzemelve, már felkerültek az új parkolási díjakat ismertető táblák. Ennek értelmében Kolozsvár belvárosában az úgynevezett egyes övezetben egy fél órás parkolásért 3 lej 50 banit, 1 óráért 7 lejt, 2 óráért pedig 14 lejt kell fizetni. Az intézkedéstől a városvezetés azt reméli, hogy autómentesíti a belvárost, de 100%-kal drágította a parkolást Székelyudvarhely polgármesteri hivatala is. Az eddig egyről 2 lejre nőtt a 45 percre érvényes parkolási díjára. A parkolási bérletek ára is növekedett mintegy 60%-kal. A cél a városközpont tehermentesítése. Brassóban a buszjegyek árát emelték meg, a megyeközpontban az eddigi 2 lej helyett 2 lej 50 baniba kerül a tömegközlekedés. Tavaly ünnepelte 125 éves fennállását az Arad megyei múzeum. A Partiumi városban 1893-ban nyitották meg a vidék leggazdagabb berekje múzeumát, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc relikviáiból, amelyek a jelenlegi múzeum alapját képezték. Damjanics János kisernő és görgei pisztolykészlete, gróf Vécsei Károly vadászkürtje, kisernő mellénye és kivégzésekor viselt ingének újja. A többi között ezek voltak a mostani Arad megyei múzeum első darabjai. A relikviák összegyűjtését az 1881-ben megalakult Kölcsei Egyesület vállalta fel, és ezzel letette az aradi múzeum alapjait. 1888-ban meghirdették azt, hogy egy múzeumi részleget szeretnének létrehozni, és várják az adományokat. A következő évtől olyan sűrűn érkeztek az adományok, hogy külön személyt kellett kinevezni arra, hogy ezeket leltározza és raktározza. 1892. október 6-án ideiglenesen megnyílt az Erekje Múzeum, amelyhez a város biztosította a termeket az akkori színház második emeletén. A nyitáskor 8 teremben volt a kiállítás, a hivatalos megnyitó viszont az csak 1893. március 15-én, a szabadságharc 45. évfordulóján volt. Ekkor 10 000 kézirat, illetve nyomtatvány, és 4 000 emléktárgy volt a múzeum birtokában, illetve a Kölcsey Egyesület birtokában, mindegyik feliratozva és ismertető szöveggel ellátva. A páratlan értékű kollekció hamar kinőtte első otthonát, így átkerült az 1913-ban megnyílt kultúrpalota épületébe. Egy része itt látogatható napjainkban is a múzeum többi gyűjteménye mellett. Összesen csak nem 150 000 darab áll a múzeum tulajdonában, ebből 125-öt kiállítottak az évfordulóra. Sunt aici, spre exemplu, și diploma și cornul elementele. Itt van például az oklevél és a vadász.
vadászkürt, Arad szabadkirályi városa nyilvánításának szimbólumai, de régészeti leletek, művészeti és kulturális szempontból értékes néprajzi elemek is. A 125 éves születésnapra napvilágot látott egy album és egy emlékplakett is. Újabb nemzeti jelentőségű műtárgyat állított helyre a Maros megyei múzeum, ezúttal a Vesselényi család Zsibói kastélyából származó, vélhetően bohémiai csillár került felújításra. A Zsibói Vesselényi kastély az egyetemes magyar történelemnek is egy jelentős helyszíne. Itt született gróf Vesselényi Miklós, az árvízi hajós, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyar reformkor eredményeiben. Ezt a kastélyt sok más erdélyi társához hasonlóan a kommunista hatalomátvétel után kifosztották. Ez a vélhetően bohémiai csillár egy előrelátó örökösnek köszönhetően menekült meg. A tárgy 1957-ben került a múzeum gyűjteményében. Példi Dánieltől volt megvásárolva 3500 lej értékben, ami akkor egy elég nagy összegnek számított. És hát a különlegessége az ugye, hogy egy ilyen főúri kastély berendezéséből legalább valami közgyűjteménybe került, és nem szóródott el, hiszen ezek nehezen szállítható tárgyak, és nagyon sok esetben ugye összetörték őket, nem tudtak mit kezdeni. A butorok, kisebb műtárgyak szerencsésebbek, hiszen ezek a fekete piacon folytatták a pályafutásukat. A Maros megyei múzeum várbeli épületében kiállított csillárt évtizedeken át a Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum padlásterén őrizték. Restaurálására az elmúlt években került sor, ma 5 és 10 ezer euró közöttire becsülik értékét. Részt vesz a Dakar Rallyn Gyenes Mani, sporthírekkel folytatjuk. Holnap folytatják szereplésüket a Jégkorong Erzteligában az erdélyi csapatok. A Csíkszeredai Sportklub és a Gyergyói Hoki Klub hazai pályán lépnek jégre az UTE, illetve a Dunaújvárosi Acélbikák ellen, vasárnap pedig ellenfelet cserélnek. A Brassói Korona 3 mérkőzéses kiszállásra utazik, a Budapesti Hoki Klub a bécsi Vienna Capitals és a Ferencváros otthonában játszik. Az Erzteliga alapszakasza lassan a végéhez közeledik, januárban még egyenként 6-9 mérkőzést vívnak a csapatok. Jelenleg a sportklub a második helyen áll 70 ponttal, a Brassói Korona 65 ponttal az ötödik, míg Gyergyó 44 ponttal a hetedik helyen áll. Elutazott Limába Gyenes Emánuel szatmár németi motorversenyző, hogy részt vegyen a hétfőn rajtoló 2019-es Dakar Rallyn. Indulása hosszú ideig kétséges volt, mert novemberben válcsontörés szenvedett, ezért idén sokkal nehezebbnek ígérkezik a verseny, amelyen a 32-es rajtszámot viseli. Teljesen újjászerveződött 2018-ban a marosvásárhelyi versenysport. A korábbi élvonalbeli klubok sorra megszűntek a támogatás elapadása következtében, ezek romjain pedig létrejött az új városi sportklub, amelynek csapatai azonban alulról voltak kénytelenek kezdeni. A tavaly megszűnt, a városban hagyománnyal rendelkező sportágakat működtető klubok helyére a VSK szakosztályai léptek, sőt, olyan új szakosztályok is alakultak, mint például a vízilabda, amelyben már 30 éve nem volt jelen a város a teljesítménysport térképén. A klub saját költségvetéssel rendelkezik, amit a város biztosít, ám nagyon sokakban felvetődik a kérdés, hogy ez mire elég. Vajon nem túl sok a 18 szakosztálya rendelkezésre álló forrásokhoz képest? Híradónk érdeklődésére Szász Gáspár Barnabás alelnök vázolta a perspektívákat. Kiemelte azonban, hogy a klub csak magántámogatókkal tudja biztosítani bajnoki címre törő csapatok költségvetését. Megvan az alapunk, és a támogatásunk a polgármester hivataltól és a tanástól, amire tudunk építeni. De ezt nem egyszer már elmondtam többször, hogy az alap az megvan, hogy igenis a tömegsportot és a profi sportot is elindítsuk, de erre rá kell építeni, erre kellnek szolid projektek, erre kell visszanyerjük a kredibilitásunkat a magántámogatók mellett. A folytatásban az sincs kizárva, hogy néhány kiemelt eredményes sportágat jobban támogatnak, mint a többit, tette hozzá. Jelenleg szinte minden sportágban feljutó helyen állnak a klub csapatai, és a magasabb szinten nagyobb költségekre lehet majd számítani. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!